Mítosz a parádén, virágba borul a Szent Anna-tó legendája a debreceni virágkarneválon. Régi barátság, az osztrák-magyar határ menti Bilndányban minden évben megemlékeznek az elmúlt évtizedekről. Több százezer szárazvirág felhasználásával készül a Szent Anna-tó mondáját bemutató virágszekér, amely az államalapítás ünnepén a nemzeti egység szimbólumaként vonul majd fel a 44. debreceni virágkarneválon. A székelyföldi legendárium szekerét a székelykeresztúri Vadrózsák néptánc együttes kíséri majd. A Szent Anna-tó egy kialudt vulkán kráterében a geológiai közelmúltban keletkezett, mintegy 30 ezer évvel ezelőtt. A monda szerint helyén egykoron egy hatalmas hegy állt, várral az ormán, akárcsak a közeli Bálványos hegyén. A várak urai édes testvérek voltak, de bizony az irigység mély szakadékot vont közéjük. Vagyonukat csak azért gyarapították, hogy bosszúságot okozzanak vele a másiknak. A viszálykodás végül addig fajult, hogy az egyik várúr szüzeket fogatott hintójába, s úgy vonult testvére elé. Szent Anna a legszebb szűz fohásza nyomán azonban megnyílt a föld, s elnyelte urát a várral, s a benne felhalmozott kincsel együtt. Helyében csendes, tiszta vízű tó keletkezett. Ha nem az egymásért való cselekvés határozza meg a világot, akkor a világ szekere el fog süllyedni ebben a tóban, az örök örvényben, sárkánnyá, ördögé változik a világ. És ellenben a szeretettel föl lehet emelni. Magyarázza a monda üzenetét Pikó Sándor debreceni képzőművész, aki Szabó Erzsébet dizájnerrel közösen éppen a mondát megformáló virágszekéren dolgozik. Több százezer száraz virágot használnak fel, köztük igazi virág különlegességeket, mint például a népdalokból ismert tubarózsa. Élő virágot azonban egyetlen egy fajtát, a szűziességet szimbolizáló liliumot. Szent Anna virágszekere a nemzeti összetartozás jelképeként vonul majd végig a virág karneválon. Bárhol lenne ez a történet a világban, ez akkor is egy magyar történet. Ezt a történetet csak és kizárólag magyar nyelven és a magyar műveltséggel lehet megmagyarázni és értelmezni. Én ezt a világnak üzenem, hogy nagyon-nagyon komolyan kell venni ezeket a legendákat. A székelyföldi legendárium csapatához alföldiek is csatlakoztak. Mára már folyik az itteni mondák, legendák gyűjtése, és nem sokára a napvilágot lát az alföldi legendárium könyv is. Azt szeretnénk ezzel üzenni a hazai lakosságnak, illetve a világnak, hogy Székelyföld és az Alföld mindig is egy közös eszmeiségben tette a dolgát, így a virágkocsi is egy ilyen szimbóluma lesz a mi közös programunknak. Ötszáz kilométerrel odébb, Székelykeresztúron napi rendszerességgel próbál a Vadrózsák néptánc együttes. Az 5-8-as diákokból álló tánccsoport kíséri majd Szent Anna virágszekerét Debrecenben. Egy kemény hét munkájával készültünk, edzőtáborunk volt, és most még ezen a héten is folyamatosan próbálunk. Majd a Szent Iványi táncokat és Sóvidéki táncokat fognak bemutatni a gyerekek. Szent Anna szekere azonban nem áll meg Debrecenben, mondja Fazakas Szabolcs, a székelyföldi legendárium ötletgazdája, aki úgy tűnik, sosem fogy ki az ötletekből. Egy székelyföldi legendárium karnevált szeretnénk szervezni, és hát itt ezen vegyenek részt a székelyföldi városok, iskolák, a saját legendáikat ábrázolják, és ezekkel a majd a nyertes díszletekkel részt venni egy debreceni karneválon, tehát egy picit folytatni ezt, nem szabad itt leálljon. Így össze lehetne fogni egy kicsit a székelyföldi közösséget, az alföldieket, tehát, és ugyanúgy lehet nyilván bővíteni a Kárpát-medence más területeire is ezt az egész projektet. A székelyföldi legendárium csapata kiegészítő programokkal is készül a virág karneválra. A Lurkó Fesztiválon például egy óriási társasjátékon keresztül barangolhatjuk végig a székely legendák világát. Ugyanakkor a legelső székelyföldi legendárium rajzfilmet, a Likaskő mondáját is megnézhetjük majd. És tényleg örökkön öröki állni fog a várad? Látod azt a követ?
az a vár alapköve, a legerősebb varázsomat öntöttem bele, amíg a követ összetartja, addig a vár is állni fog. Egyszer volt, igaz volt.